Kiváló hangulat, jól ismert nóták. Ez fogadta a vendégeket itt dr. Dézsi Csaba András polgármestert és a 15 éves Győr-Szent Iváni Cserók Nóta Klubban múlt csütörtökön. A dalkör 2009-ben alakult, akkor még csak 5-en voltak, most pedig már 40 tagjuk van. Számos helyen koncerteznek, és sok rajongójuk is van. A nótázásnak alapja, hogy ne sírjunk, hanem nevetve szórakozzunk, és nevetve mosolyogjunk, és nevetve énekeljük el azokat a vidám dalokat, azokat a vidám nótákat, amelyek már, Isten tudja, 50, 60, 100, 150, 200 éve már a körünkben van. Egyre több fiatal kezd a nótai műsorainkra járni, és egyre több nótás fiúval, gyerekkel találkozunk, akik tényleg azt mondom, hogy érzik azt, hogy ez a nóta, ez nem csak rólunk idősebbekről szól, hanem róluk is. A polgármester nem érkezett üres kézzel, valamennyi énekesnek emléklapot nyújtott át, valamint az adományt jelképező táblát is átadta Sebestyén Tamás vezetőnek. A Nóta Klubban pedig folyamatos volt a dalolás. Egyszer aztán asztalunkhoz jött a vincita, megkérdeztem, mi a nóta, édes kicsilám. Fantasztikus dolog az, hogy Győr városában nagyon sok civil szervezet van, és aktívak a civil szervezetek, és hát ezek vagy úgy jönnek össze, hogy azonos a hobbiuk, azonos a szórakozásuk, azonos az érdeklődési körük, és így nagyon sok nyugdíjszervezet van, például több mint 100 nyugdíjszervezet van, ezért is hoztuk létre a nyugdíjas klubok házát, de ez a Cserok Nóta Klub például, amelyik most 15 éves, fantasztikus, és már több rendezvényükön voltam. Hát amellett, hogy most megénekeltettek, amellett pedig tényleg élmény az, hogy élvezik ezek az emberek a közös éneklést, és tulajdonképpen erről szól az élet, hogy élvezzük, próbáljunk meg közösségeket teremteni, közös nevezőkre jutni, és békében, szeretetben élni. Amit még nagyon szeretnék megköszönni, azok a bérletek, mert azért hálásak vagyunk. Ez pedig már a történelmi Vitézi rend területi székkapitányságának nyugdíjas klubja. Péntek este itt folytatódott a Beszélgess a polgármesterrel sorozat. Fehérné Markó Kamilla, a klub vezetője elmondta, a 2007-ben alakult csoport legfontosabb célja nemzeti hagyományaink őrzése, ápolása. A tagok rendszeresen találkoznak, de az utóbbi években gondot jelentett nekik, hogy nem volt állandó helyük, ezért örömmel fogadták a nyugdíjas klubok házának megnyitását. Nyugdíjas klub részére működési költségek, dolgi kérdések, támogatás 24-es évre. Ja, oké, sok szeretettel átadjuk. A városvezető dr. Dézsi Csaba András a támogatást szimbolizáló táblát is átadta, majd folytatódott a kötetlen beszélgetés.